Inkább közelíti, egyre inkább közelíti Kácsérzit, aki viszont tegnap a 3000 méteres akadályfutásban mutatott szenzációs formát, és maga biztosan nyert. Nézzük majd az utolsó métereket, vagy az utolsó 100 métert. Kiben mennyi erő van még? Mind a ketten hajráznak. Zitának van mennyi előnye. Gyürgés Viktória jön, nem adja fel az utolsó métereket, sőt, most már ugye természetesen Pap Krisztina is megérkezik. A korábbi 23-as Európa bajnoknőnk, felnőtt Európa bajnoki 6. és 9. helyezettünk. Most az 5000 méteres Superliga döntőben lesz majd harmadik, a tájékoztatóra pedig 16 perc és 2,39 másodpercet mutatta a győztes idejét Kácsér Zitának, a Debreceni Sportcentrum sportiskola atlétanőjének, aki így most már két nap alatt a második futószámban is sem talált legyőzőre. Várjuk eredményhirdetéshez a 3000 méteres síkfutás győzteseit. A lányoknál Zacskó Luca, futóbarátok, Koncz Kata Vedac és Varga Kriéta Barbara Vedaci versenyzőket. A fiúk közül Marc Dálin és Marc Balázs, futóbarátok és Zsegnyai Ákos Vedaci versenyzők. Valamint a győztes edzőjét Németh Eszter. És amíg a felsorolása vége lett, addig a Tóth Levi Anna is célba ért, tehát már a Superligában a negyedik helyezettet is köszönhettük.